a KSS statisztikájában csökkent a vallásosok száma. Szerintem ez át van manipulálva. Túlságosan erőlteti a kormány ezt a vallásosságot először. Hát megmondom őszintén, nem vagyok vallásos, de én abba hiszek, amit csinálok. Nemrég tette közzé a statisztikai hivatal a vallásosok számáról szóló fölmérést, amit a népszámláláskor gyűjtöttek össze az előző időszakban, és abból azt tűnt ki, hogy sokkal kevesebben vallották magukat vallásosnak, mint az előző népszámlálásban. Például 4 millió katolikus helyett 3 millióan. Az embereket arról próbáltuk itt kérdezni a Blahal üzletéren, hogy ők hogy látják ezt, mi lehet ennek az oka, ők hogy élik meg, egyáltalán mi a hozzáállásuk a vallásossághoz, a valláshoz, a lelkiséghöz, vagy éppen teljesen távol áll tőlük. Erre kaptunk nagyon érdekes válaszokat. Régen, mikor kimentek a helyszínre, akkor ott szemébe nézett a beolvasó biztos, ez még a szocializmusban, és akkor próbálta volna az ember nem beíratni. Tehát ja, most meg ilyen... hogy online csinálják? Igen. Azt csinál, amit akar. Szóval ez ilyen, az online világ az eléggé furcsa. Én szerintem a bevett egyházaknak egy óriási presztízs vesztését gondolom mögötte. Tehát a hitelességüket elvesztették. Miért? Hát vannak bizonyos spirituális elvek, amik az embernek fontosak, és ezt a vallásban keresik, vagy a vallásokban keresik, és mikor azt látja, hogy ez a vallás bort iszik és vizet prédikál, akkor elfordul tőle. És amikor ezt sokan veszik észre, akkor sokan elfordulnak tőle. És szerintem itt ez erről van szó. Ez egyébként személyes élménye is? Igen, elmondhatom, hogy ez személyes élményem is, igen. Nálunk is van katolikus, meg van egyéb más vallású intézmények, de én lényegében református, de attól függetlenül járok ilyen kisebb roma gyülekezetes. Mi vonzotta át oda a kisebbekhöz? Hát most az, hogy a maga a cigányság, tehát mi egymás közt, tehát jobban meg tudjuk beszélni a egyéb dolgokat, mintha elmegyünk egy nagyobb gyülekezetbe. Ott kevésbé veszik ezt figyelembe, hogy valaki cigány vagy nem cigány? Nem foglalkoznak úgy vele, nem vettük észre, hogy nem foglalkoznak velünk, de mi ott elmegyünk egy kisebbségi gyülekezetbe, ott jobban tudunk énekelni, esetleg táncolunk, el tudjuk mondani ügyes-bajos dolgainkat. El kell mondjam, hogy mi hozzánk a roma gyülekezetbe jönnek magyarok is. De hát, hogy hiszek Istenben, ez mindenféleképpen, ez nekem nagyon fontos. Az, hogy nem járok a templomba, ennek köszönhető, ennek a rohanó életmódnak, hogy dolgozunk, rohanunk. Nekem ennyi, és nem a templomba járok imádkozni, hanem otthon imádkozom. A kerületben meg nagyon meglepő lenne, hogyha nem találkoznánk vallásosakkal, meg fiatalokkal. Károly Gáspártól az összes egyetem itt van a környéken, tehát az itteni templomokat este 7-kor is látja az ember, hogy fiatalokkal akár tele van, de azért ez nem hiszem, hogy a város többi pontján jellemző lenne. Az én édesanyám 89 és fél évesen hű katolikus módjára élt. Én az apukám akaratából reformátusként születtem, apukám nem akarta, hogy mi katolikusok legyünk. Na most a gyerekeim 50-esek, tehát a fiatalabb, nálam fiatalabb korosztályban élők már nem járnak templomba. Valahogy a vasárnap, meg a gyülekezet, mint ilyen szabad egyesülés és forma, az meg háttérbe szorult, és ez még nálunk is valahogy így volt, hogy mondjuk a gyülekezeti hitoktatásban összejönnek a gyerekek péntekenként, és együtt töltünk egy egész délután 2-től este 8-ig szülőkkel, gyerekekkel együtt, de ők már nem jönnek vissza vasárnap. Tehát, hogy valahogy más, hogy szerveződnek a családok élete, és a hétvége az most nem annyira templomba járós, mint kulturális forma.
ez nálunk van, ahol egyébként szerintem ilyen barátságos a környezet, meg nem gondolom, hogy valamilyen értékválság lenne, hanem ez a Covid és a családoknak az átalakuló szabadidő struktúrája, ez mindenképpen megjelenik. Én baptista vagyok. Igen. Hallottam valami éneket, és ezáltal jutottam odáig, és az ének által fogott meg engemet. Azt mondja, Isten megérintett. Ott fogott meg engemet az ének által, és innestől kezdve lettem keresztény. És most lesz Debrecenben lesz egy konferencia, férfi konferencia, és most oda hívunk, mármint férfiakat, akik nincsenek megtérve, és oda szeretnénk vinni most embereket. Csökkent a létszám, vagy növekedett az utóbbi időben? Nálunk nem hiszem, hogy csökkent, ahova én járok templomba, sőt, talán mondanám, hogy emelkedett is. Igen? De ez hol van ez a templom? Ez a 16. kerületben. 16. kerületben. Tehát akkor mi más oka lehet, hogy kevesebben vallják mondjuk katolikusnak magukat? Nem tudom, talán ebben a városban talán szégyellik az emberek, vagy nem tudom. De van oka ennek? Hogyan? Lehet oka neki? Hogy van-e értelme? Nem tudom. Hát, hogy miért szégyellik? Hát azt nem tudom. Hát nem én nem szégyellem, úgyhogy megmondom. Nem szégyellem. De szerintem egyre többen észreveszik, hogy hamisság van nagyon sok egyház és egyházi személy megnyilvánulása és cselekvése mögött. Mondjuk azzal nem értek egyet ezzel a... hogy nem nyilvánították ezt a pedofiliát, hogy nem büntették meg a papokat, akik ilyeneket csinálnak. Mondjuk ez. De a reformátusok közt ez nem volt nagyon. Nem. Mert hát ott ugye nősülhetnek a papok, szerintem ez a... De ugye a katolikusoknál nem. Ugye ott előfordult. Vagyis ahogy hallottam. De az ilyesmi elriasztja az embereket, úgy gondolja? Igen. Hát ez nem hiszem, hogyha valaki imádkozni akar, akkor nem a paphoz imádkozik. Tehát ez csak ilyen, hogy mondjunk valamit. Szerintem inkább az lehet, hogy vagy nem írták be, vagy a korosodik az ember, nem annyira érdekli a fiatalokat a vallásosság. Lehet, hogy a fiatalok is elmennek a templomba gyertyát gyújtani, egy mécsest a nagyszüleikért, vagy valami, de azért nem mennek be, hogy imádkozzanak, mert azért az túlságosan megfoghatatlannak ítélik meg szerintem. Az, hogy ki milyen vallást gyakorol, az szerintem ugye egyéni döntés. Szerintem a fiatalok többsége most már egyre inkább ugye eltávolodik ettől, ugye más közegben növünk fel, sokkal másabb ingereket kapunk, lehet, hogy ez is az oka annak, hogy sokkal kevesebb a vallásos ember Magyarországon. De én mindenképp azt tartom, hogy fontos, fontosnak fontos, hogy higgyünk valamiben. Azt, hogy miben, az meg szerintem lényegtelen. Valahogy az intézmények működtetése, egy állami normatív finanszírozott feladat átvállalás elviszi a szabad önszerveződő folyamatokról a hangsúlyt, és ez más szervezeti kultúrát eredményez. És ezt érzem egyfajta problémának is, hogy ez a demokratikus szabad önszerveződés, ez alapvetően az egyházaknak a sajátja lenne, hogy önszántukból, lelkiismeretük okán, a hitükből táplálkozva összejárnak, mondjuk, hogy Krisztus testét magukhoz vegyék, tehát az úrvacsorai asztalközösségek teremtik meg az egyházat, ugye, ahol szentségeket szolgáltatnak ki, és evangéliumot hirdetnek, ott van egyház, és ezeket fenntartják saját pénzükből ezek a szabadon szerveződő keresztény emberek. Tehát ez az egyház, és... De ez egy jó dolog, nem? Ez egy fantasztikus dolog, és efelé tartunk, és akkor így a régen volt feudális, vagy ilyen állam és egyház összefonódását, trón és oltár szövetségekből, meg a szabadság ellen, vagy a szabad önfenntartó, önszerveződő formák, ezek háttérbe szorulnak. De elviszi a spirituális tartalomtól is, úgy érzed? Nem teljesen, csak átalakítja. Tehát például nem gondolnám, hogy mondjuk egy kórház lelkész, például a egyik kedves kollégám, Németh Szilvia, gyerekhospice szolgálatban nagyon komolyan támogatja a családokat, és ott nem lehet mellé beszélni. Tehát valaki vagy tudja, vagy elküldik a francba.